Nagyon sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Lézbe át a mai vendégem, Bíros Péter. Nem is tudom, hogy kell -e mondani titulusokat, de azért csak elmondok egy párat. Legfeljebb kiegészítjük, vagy kiavít a Szengen Peti, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, vagy jelen pillanatban az Egri Vízilabda klub szakmai igazgatója, illetve a női utánpótláscsapat edzője. Jól mondom? Majdnem. Üdvözlök mindenkit. A szövetségben vagyok a vezetője az utánpótlásnak. Itt legtöbbet a lányoknak segítek a felnőtt csapatban, és ha akik a felnőttekhez tartozik, velük vagyok napi rendszerességgel. Velük dolgozom minden nap, úgyhogy ennyi az én napi rutinom már a több beszélgetésben, interjúban, újságban megjelent az, és ezt nem is nagyon akarom felhozni, mert aki a te nevedet tudja, az a te történetedet is tudja, hogy nyilván a vízilabda az, ami a te neveddel összecseng, de a labda, mint olyan, az, az mindig is jelen volt, kézilabda is volt focilabda is volt. Mi az, amikortól ez érződött, hogy neked a labdához, illetve a labda irányításához valami különleges érzéked van? Kicsit más korban nőttünk fel, mi a, még a kommunizmusban, amikor tényleg olyan testnevelés órák voltak, hogy minden sportágra megtanítottak. Én úgy gondolom, aki abban a korszakban testnevelés órára járt, teljesen más a mozgás koordinációja, mint akik most vannak és ezért lehetünk hálásak, nem csak én, hanem akik abban a korban még, meg még lehet, hogy utána még csinálták azért egy jó darabig, de minden sportágat kipróbáltatták az embernek, meg nem tudták, hogy ki miben lehet jó. Ez volt a hozzáállás, nagyon jó volt szerintem az akkori tanterv, és minden sportágat kipróbáltattak velem, nem csak kézilabda, röplabda, kosárlabda, foci kapus voltam nagy kapuba, úgyhogy kézilabdába úgy átlővő voltam, vagy beállós, atlétika, mondjuk azt nagyon-nagyon nem szerettem, így gyűlöltem a futást, de akkor is rákényszerítették az ember, tájfutást, nyilván látták a testnevelő tanárok, hogy azért van labda érzéke az embernek, nem véletlenül vitték annyi labdasportágra, meg hát én úgy minden gyerek szereti a labdát. Tehát ha akinek van egy kis szeme hozzá, az egyből látja, hogy ki hogy szereti a labdát, utána már szerintem csak az kell megtalálni, hogy ki miben jó. Na, és mit szeretne csinálni a, a gyermek, mert szerintem az a legfontosabb. Az, hogy te komolyan foglalkozz a sporttal, arra téged valaki az akkor látszódó tehetséged folytán vezetett rá, hogy Peti, neked ezen az úton kell menni, vagy te belülről érezted, hogy neked a sport lesz az utad? a legelső sportág, amit rendszeresen csináltam, az én úsztam. Ugye 7-10 éves koromig úsztam versenyszerűen, már előtte tudtam úszni kiskorom óta, nyilván az iskolában látták, és akkor úgy mentem el versenyszerűen úszni. Jól éreztem magam az úszásban, jól is ment az úszás. Borzasztó fej kell hozzá. Én úgy gondolom, aki úszó, azzal lett le a kalapal. Nyilván hét évig én is úsztam. Pontosan tudom, hogy milyen az. Hiába vannak ott a csapattársaid mellett, ez nem ugyanaz, mint egy vízilabda vagy egy sportágban, hogy ugye azért csak le kell úszni, tök mindegy mennyit. A legrosszabb nekem az volt, amikor 6500 kellett úsznom, és az egyiket elszámoltam, és azt hittem, hogy már a negyediket úszom, de még csak a harmadikat, és akkor mondta az edzőm, hogy a negyedik jön, és akkor én mondtam, de hogy a negyedik jön, az ötödik jön, és akkor mondta, hogy nem, még csak a negyedik. És ahogy elindultam a faltól, elkezdtem sírni, mert a számolta, és az az annyira rossz érzés volt, hogy tényleg neki volt igaz, és akkor még egyszer van egy 1500, úgyhogy sokat kellett úszni. Főleg én nem is rövid távúszó voltam, hanem ez a közép és a hosszú távúszók kategóriájába tartoztam, de tényleg szerettem úszni. Nagyon sok barátom volt, mind korombeli, kicsit idősebb, kicsit fiatalabb, egy iskolába jártunk, együtt mentünk reggel, együtt mentünk iskolába, délután megint ugyanígy csináltuk, csak ha kezdtek elkopni az emberek mellőlem, mert a fiúkból nagyon sokan elmentek vízilabdázni, és ez a 14 éves kornál volt az, hogy, hogy, hát ott maradtál. Nem azt mondom, hogy teljesen egyedül, és akkor én is úgy döntöttem, hogy, hogy elmegyek vízilabdázni. Nyilván a szüleim borzasztóan nagy örömére, mert akkor, mikor én abba hagytam, akkor azt hiszem, hogy 400 gyorsan voltam a harmadik a országos bajnokságon, úgyhogy nagy öröm volt számukra, amikor én a szívek hogy én nem megyek többet úszni, hanem vízilabdázni meg. Hát nem tudtuk, hogy jól döntöttem még akkor. Úgyhogy azért lett a vízilabda, mert nagyon jól tudtam úszni, viszont imádtam a labdát, és mi a sok barátom elment ide. Ezért választottam én is ezt a, ezt a sportot. Aztán gyorsan kiderült, hogy nem vagyok benne ügyetlen, de hát még nem azon a szinten vízilabdázott a csapat se mint ahol most van esetleg a Miskolc. Ugye akkor még csak OB2-es csapat volt, és onnan lettünk ob 1 bések, onnan ugye volt egy, egyéves éves kacska kitérő, egy kézilabdás, rövid pályafutás is utána lett az egri vízilabda, majd utána már nagyjából mindenki ismeri, hogy én honnan, hova jutottam. Az egyéves kézilabda, az megint a barátok hatása volt. Hogy jött, és hogy lett vége? Ugye én együtt csináltam a vízilabdát a kézilabdával a középiskolában, és ahova én jártam középiskolába. A testnevelő tanár, egyben ő volt a kézilabda edző is, a Veszprémben játszott egy nagyon híres beállós, az úgy hittek, hogy Zsigmond György. Uh -huh. És ugyanez a testnevelő tanár bácsi küldte előtt Veszprémbe, és onnan lett ő az, aki nagyon-nagyon sokszoros válogatott játékos, kézilabdában nagyon híres. És akkor úgy gondolták, hogy akkor adott a párhuzam, mehetek. És akkor elmentem, hogy próbáljátok, és akkor mondták, hogy akkor menjek oda és akkor a, a egy évet ott kézilabdáztam Veszprémbe, igaz, nem a felnőttben, hanem az ifi csapatban, de én nagyon élveztem, tehát nagyon jó volt. Én annak ellenére, hogy nem tudtam vízilabdázni, ez se igaz, mert tudtam, amikor nem volt a kézilabda mérkőzés, akkor hazamentem Miskonsz, és akkor vízilabdáztam nulla edzéssel, de még így is jól esett. Úgyhogy ez így sikerült, nagyon szerettem a kézilabdát, a mai napig imádom. Nyilván a Veszprémek szurkolok, Bocsánat, Szegen. Megeger. De éreztem, hogy nem lehetek jó kézilabdás. Egyszerűen annyival jobban szerettem a vízilabdát, annyira magamének éreztem, hogy, hogy én nem szerettem volna egy, talán egy középszerű kézilabdás lenni, de a nézzé, még, még ahhoz is hozzáteszem. Akkor inkább azt mondtam, hogy, hogy választom azt a sportágat, ami az én szívem csücske, meg amiben én úgy érzem, hogy jó vagyok. Azt nem tudtam, hogy, hogy mi lesz belőle, de bíztam abban, hogy, hogy egyszer már hívtak egy akkor nem sikerült, és akkor utána megint hívtak, és akkor utána sikerült, úgyhogy bíztam benne, hogy, hogy, hogy valahogy ki lehet ebben teljesedni. Tényleg csak egy-két szegmens kiemelni az életedből, tehát gyakorlatilag szerintem ugye a vízilabda történelmében még te mondjuk olyan szempontból is különlegesnek számít, az, hogy te viszonylag sokára hagytad abba az aktív sportot. 40 éves voltál konkrétan? Igen kereken. Tehát 40 éves korig? Hát nagyon kevesen játszanak, de, de vannak még fehér hollók, akik repkedtek a medencébe. Voltál nagyon sok külföldi csapatnál. Csak Szerbiában és Horvátországban. A, 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 a Horvátországban. Horvátországban. Milyen egy külföldi csapatnál játszani? Te hogy érezted ott magad? Vagy mennyire vagy honvágyjal teli? Fiatal senki. Én nagyon élveztem mind a két helyet. Én úgy gondolom, amikor fiatal az ember, akkor mindenbe belevág gondolkodás nélkül. Úgy gondoltam, hogy jó döntés, főleg a Becsaj, a Jugoszlávia, akkor az volt a BL győztes csapat a vízilabdában. Rettentő sok válogatott játékos játszott a akkori jugoszláv válogatottból, és ugye mentünk mi ketten még magyarok. A pikantériája ugye az volt, hogy ugye mi akkor nyertünk olimpiát 2000-ben, mikor mi utána mentünk ki Molnár Tamással Becsajra játszani. Hát azért olyan a viráma nem fogadtak minket, hogy hát megértek két olimpiai bajnok, ugye mivel őket vertük az elődöntőbe, úgyhogy azért volt az elején egy kis távolságtartás, de mivel egyszerre küzdöttünk, úgy jó volt. Én nagyon jól éreztem ott is magam, és nagyon-nagyon szerettem volna maradni, csak volt egy borzasztó hátulütő, hogy elfogyott a pénz, úgyhogy onnan el kellett jönni, de mind Riekában, meg mind Becsei nagyon jól éreztem magam. Nyilván ilyen, akkor lett volna igazán jó, mikor haza kellett jönni, mikor a tengerpartot tudta élvezni valaki, hogy már jó idő van, tudott fürdeni a tengerbe, élvezhette azt a tengernek, meg a napsütésnek az áldását. De hát akkor hívott a kötelesség, haza kellett jönni a az amivel nincsen bajom. De én nagyon élveztem mind a két évemet. Mi itt a riport előtt beszélgettünk egy-két dologról. Az, ami valószínűleg tény lehet, bár nyilván én a fiatal énedet még olyan szempontból nem ismertem, csak ugye a képernyőről, hogy Bíros Péterék, Atén, Sydney, Peking, mindenhol nyertetek. Még emlékszem, amikor vitted a zászlót. zászlót Londonban. Az Londonban, volt. De a fiatal Bíros Péter, főleg egy ilyen sportos, jóképű vagány gyerek, az biztos, hogy tele volt hívvel, lendülettel, indulattal, vagy a világot meg akartad váltani. Na most ahhoz képest most így 47 évesen sokkal nyugodtabbnak érzed magad, tapasztaltabbnak, nem csinálnál már olyanokat most visszanéznél egy videódat, amit húsz évesen csináltál. Nevetsz rajta, szörnyűködsz rajta, hogy hú, míg bementél bele? Játék szempontjából nyilván. Nem, én semmit nem bántam meg ebből az X évből. Nem a megbánást? Nem. Szerintem ez hozzátartozott nyilván, ahogy megy valaki előre az útján, úgy egyre nemesebb lesz, mint a bor, meg egyre, egyre tudatosabb lesz abban, amit csinál. Én úgy gondolom, ez, ez a jó szórá az elején mindenbe belemegy az ember, mert nem tudja, hogy mi lesz a következmény annak, mikor idősödsz, és vannak előtted már minták. Én nagy hátrányból indultam, mert én Miskolcra jöttem, és én nem nagyon vízilabdáztam utánpótlásban olyan szinte, mint a többiek. Tehát én úgy tanultam a vízilabdát, hogy valamihez kapcsolnom kellett, valamit át kellett élnem, hogy volt egy szituáció, amiben én így döntöttem, az rossz volt, de amikor a következő ugyanebben a szituációban jól döntöttem, na én ezt raktároztam el, és a rosszat eldobtam. Uh -huh. Tehát valahol ez a fotografikus memóriám volt, én úgy vízilabdáztam, meg ösztönből. Nyilván, hála Istennek ösztönből jól ment a vízilabda de tényleg, ahogy mész előre, annyira leszel, annyira tudatos és okosan, hogy már nem mész olyanokba bele, aminek minek tök fölösleges, mert csak tudod, saját magadnak fogsz rosszat csinálni vele. Itt jön az, amikor valaki ezt használja, ami a nyakán van. És ha ebben valaki nagyon erős, akkor tényleg mindent meg tud csinálni. Én a mai napig ezt mondom, ha valakinek erős feje van, tök mindegy miben, nem csak a sportra mondom, hanem valami, miben mindenki jó, ha abban jó és erős hozzáfelje, akkor biztos, hogy jó lesz benne. Ha nem az évek valami esetleg változtatott rajtot szerinted, például az apaság? Szerintem minden változtatott, nyilván a sikertől elkezdve, a család, a fiúkon át, a kudarcok, mert ugyanúgy voltak, nem lehet mindig fellegek között járni, nyilván próbálja az ember, amíg sportoló vagy, addig nagyon jó, mert minden héten vannak mérkőzések, minden héten tudsz javítani, amikor már nincsen, akkor ugye valamit elvesztettél az életedből, ami nagyon sokáig kitöltött az egészet, ugye az a nehéz, hogy onnan utána mi fog történni veled, Ugye ezt az óriási élményanyagot, meg óriási, nem tudom mivel jellemezni, amit mi átéltünk. Azt csináltad, amit szerettél, jól csináltad, élvezted is, ami a szerelmed, a munkád, a hivatásod, az pont ugyanaz volt. Tehát hál' Istennek szerencsések lehetünk szerintem, hogy megtaláltuk ezt és ebbe ennyire jók voltunk, ez azért kevés embernek adatik meg. Nekünk sikerült. Ennyi éven keresztül vízilabdázni, napi több edzés, kettő legalább volt. Hát ide. ugye a három, mert ugye a kondit senki nem számolja, de az is hozzátartozik. Az is, ne. Tehát azért ez elképesztő fizikai jelenlétet kívánt. Van olyan, amikor az ember azt mondja, hogy nem, vagy mivel tudod, hogy most olimpiára készülsz, akkor mindig azon, hogy kész, megyek, mert azért megyünk, hogy nyerjünk. Tehát ugye van az, hogy valamit valamiért. Tehát mindenki látta, hogy mi milyen sikeresek vagyunk, de azt azért kevesen látták, hogy mennyi munka van megötte ezeket nem úgy osztották, csak hogy na jó, hát akkor nagyon ügyesek vagytok, és akkor ti ezt most megnyeritek. Nem, azért hát mi is kőkemény dolgozunk. Nyilván az ellenfelek is, csak nekünk tényleg nagyon sok jó játékosból álltunk. Nagyon egyben volt ez a csapat, és, és tényleg jól éreztük egymásra magunkat. Azt nem mondom, hogy szerelembe szerettük egymást, de szerettük egymást a jó értelembe, és úgy gondolom ez is a kulcsa volt. Én imádtam edzeni. Ugye Dénestől ezt is megtanultuk, hogy ahogy rajzolsz hétköznap, úgy fogol festeni hétvégén. Tehát ahogy edzel, úgy fogsz fizilabnázni hétvégén. Tehát nem a hétvégi meccsen kell neked megmutatni, hogy milyen nagyon jó vagy, hanem a hétköznapi edzéseken, mert utána a hétvégén is jól leszel. Nekem ebből volt szerencsém, én tényleg nagyon-nagyon szerettem edzeni, mert tudtam, hogy mi a vége. Hogyha jól edzel, és ugyanazt csinálod edzésen, tudatosan, mint amit kell meccsen, vagy szeretnél csinálni a meccsen, akkor meccsen is ugyanúgy fog sikerülni. Mi az, amit a korábbi edzőidből, most, mint regnáló edző, szerinted átvettél, vagy teljesen birospet is a te edzői stílusod? Hú. <laughs> Nyilván vannak dolgok, amik beugranak abból az időkből, amikor a, a Gyuri volt az edzőm, a Dénes, a Gerendás Gyuri, Gerendás gyuri a Kokó, a Kovács István, ugye Újpest, mely is utána Honvéd nagyon sokáig, a Dénes, aki a válogatottban volt, Dabroszki Norbi, hogy mindenhonnan tudsz valamit meríteni, ami utólag jut eszedbe, hogy jó, akkor ezt most elraktározom, sőt, én nagyon sokszor leírom azt, ami éppen eszembe jut erről. Ja, és papír alapon írom, nem telefonba vagy számítógépen. Szóval nagyon sok mindenkitől nagyon sok minden eszedbe sőt, a mai napig, mikor nézel meccseket, akkor valamit látsz, akkor én azt leírom. Mert fontosnak tartom, hogy legyen ott, lehet, hogy az életemben nem fogom látni. Én ugyanazt csinálom, amikor még tényleg effektív edző voltam, most már csak úgy segítek a Józsinak, a Siker Józsinak, hogy amikor én voltam edző, akkor lerajzoltam, hogy mit szeretnék játszottatni a játékosok. Ugye az amerikai fociban van egy ilyen playbook-szerűség, is akkor én nekem én azt használtam, mert mert szerintem sokkal jobb, ha vizuálisan látják a lányok, úgy én a lányokat dolgoztam, hogy mit szeretnék tőlük kérni, és akkor honnan indul, ahova érkezik, azt a rajzot én megcsináltam, és akkor úgy, úgy csak odaadtam, én ezt szeretném tőletek kérni. Nyilván nem fog először működni, ezért kell gyakorolni. De mindenkitől tanulhatsz valamit a mai napig, ahogy figyeled a meccseket, mik vannak az és mit beszélnek, a játékosok, edzőknek a apró nüansz, hogy nyilván én észreveszem, mert értek hozzá, és akkor én ami érdekem. Szerinted a mai fiatal utánpótlás vízipólósok nemtől függetlenül az a fajta szakmai alázata, ami mondjuk bennetek bennetek volt, mert másképp nem jutottatok volna el a csúcsra, az megvan a mai fiatalokban? Hát bízunk Nagy benne. Próbáljátok beléjük nevelni. Hát nyilván ez a cél az utánpótlás, hogy mindig az a cél, hogy nevelni. Olyan játékosokat kell nevelni, vagy szeretnél nevelni, akik ugye később a felnőtt válogatottba fognak szerepelni. Persze én úgy gondolom, hogy fiú válogatott utánpótlás remekül működnek a nyáron, szép eredményeket hoznak, rengeteg érmet, aranyérem, tömkelegét, de folyamatosan azt hangsúlyozom, hogy olyan játékosok kellenek, akik majd a felnőtt válogatottat fogják segíteni, és a női részlegen belül olyan játékosokat, akik az utánpótlás koruk után nem hagyják el a, a női vízilabda, pályafutásukat, hanem ott maradnak 1 egyes játékosnak, mert borzasztóan a szükségünk van rájuk azért, hogy legyen merítési lehetőség. A fiúknál nagyon sokan vannak, ez tényes való, a lányoknál ennyien nincsenek, és ugyanez szerintem a hitvallás a fiúknál is, hogy minél több válogatott játékos, közeli játékos nevelni, nyilván az, az, utána fog jönni, mikor kilépnek az utánpótlás korból a felnőttbe, hogy az alatt az egy-két év alatt, amíg még nem kerülnek be esetleg a válogatottba, hanem csak egy klub csapatban játszanak hogy mennyi rutin, mennyi vízilabdát tudnak magukba szívni idézőjelben az öregebb játékosoktól. Nyilván ezt figyelni kell edzésen, a mérkőzés az már kevés. Én úgy gondolom, hogy az edzésen lehet a legjobban megfigyelni, mert akkor mindenki felszabadult. Ugye nekem van egy olyan, amikor én edző voltam, hogy nem szóltam semmit, csak figyeltem a játékosokat, hogy ösztönösen magukból mit csinálnak. Mert aki ösztönösen valamit csinál a vízben, úgy, hogy nem kértél előtte semmit, ne, azt fogja csinálni folyamatosan. Tehát ebből le lehet szűrni, hogy ki nagyjából Hát nem azt mondom, hogy milyen játékos, hanem milyen a hozzáállása, vagy a mentalitása, vagy milyen a tudatossága, ja, nem véletlenül ezt hangsúlyozom, a mai napig itt is Egerben, meg az utánpontban, hogy a tudatosságot lássuk bennetek, hogy amit Esetleg szeretnétek be a sportágba, azért tenni kell, és tudatosan kell érte tenni. Mi az, ami még annó játékosként, és most edzőként, meg szakmai igazgatóként, tehát az a lényeg, hogy medencén belül, meg a medencén kívül a legjobban fel tudott, meg fel tud húzni. De én alapján én nagyon türelmes vagyok. Nyilván, ahogy amikor edző voltam, halad előre a mérkőzés, úgy egyre azért felfogozottabb állapotba kerül az edző is, főleg, hogyha szoros a mérkőzés, azért a végén már muszáj finoman mondom, temperamentumosan előlépni, ugye azért muszáj vagy kiabálni, azért nem úgy van, hogy hallják, hogy te mit mondasz. Nem tudom, mi idegesít fel legjobban. Ilyen nincsen szerintem. Amikor nem én vagyok az edző, hanem föntülök a leláton, akkor nem ideges vagyok, hanem feszült ugye most az utánpótlásról beszélek, a várogatottról, akkor feszült vagyok, mert nem tudok segíteni. Maximum annyit, hogy telefonon írok rá a kispadra, hogy mit látok, mit lehetne csinálni. Itt tegerből meg nem a butaság, hanem ugye én, én azt mondom, hogy ha valamit rendszeresen csinálunk, megnézzük videón, elmondjuk, és az nem köszön vissza, az számomra a csalódás. És az a legnagyobb. Ugyanez a válogatottban is, most már rájöttem, hogy mi az, ami nem idegesít, hanem csalódottát tesz. És, és nyilván abból lesz a feszültség benne, hogy az a fajta, amit folyamatosan, minden héten, esetleg minden nap elmondunk, megmutatunk néha van úgy, hogy bemegyek a vízbe, úgy is megmutatom, és, és az nem köszön vissza mérkőzésen, ez számomra szerintem a leg nem idegesítőbb, hanem csalódáskeltő. Ideges, nyilván meg feszült a meccs közben vagy, aztán utána már nem. Mi az, amire a legbüszkébb vagy a két gyermekedre? Igen, de én úgy gondolom az egészre. Tehát most valamit kiragadni belőle, nyilván mindenki tudna nagyot mondani, de én nem szeretnék az egész. Nekem így jó, ahogy volt. Nem az első olimpia, mindig azt mondta az ember, hogy az első a legfontosabb, mert úgy azzal vált valóra az álma, azzal teljesült be az, amiért ő szenvedett, vagy dolgozott folyamatosan, kinek mikor adódott meg, ez most oly mindegy, hogy az év számaiban mikor történt meg, szerintem oly mindegy, mindenki arra emlékszik a legjobban, nyilván én is, de nekem valahogy a, a Peking olimpia az, ami a top-top-top. Tehát akkor tényleg olyan volt, hogy, hogy minden helyén volt. Tehát az volt az, az olimpia, vagy azok voltak az évek, Ugye nekem mindig a akkori kondi edzőnk mondta, hogy a legtermékenyebb évek a sportolóknál, vagyis hogy nálunk, elvileg a 28-tól 33-34 éves kor. Na hát akkor volt, ami 32. Hát eltalálta. Azt már olyan rég meg akartam tőled kérdezni, ez már most nem tudom, a harmadik, negyedik interjúnk, de még nem volt rá lehetőség, most van itt az alkalom. A fácán nevet, mint Becené, valaki nevez még itt téged? Már nem nagyon talán néha Faragó Tamás, mikor találkozunk, akkor ő hív így engem, de igazából alapján jövő már senki más, nem? Minden mindennapokban azt meg végképp, majd itt Egerben. Ugye ez visszafelé sült el, amikor én itt játszottam Egerben, akkor ilyen, ez olyan hmm. volt, mint a hé hey, vagy szia. Tehát mm. ezt helyettesítette ez a fácán. És mikor felkerültem Pestre az Újpestbe, akkor ugyanezt folytattam, és akkor utána visszafelé el ugyanez a mondat, és akkor ez lett az én becenevem. Hát, te mindenkit úgy hogy hé hey, fácán. Hát a... igen, 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 körülbelül, és akkor ez visszafelé el, és akkor úgy. De engem nem zavart, mert abszolút tetszett, semmi gond nem volt vele, meg tényleg az az újpesti csapat, én nagyon élveztem ott játszom, mert nagyon jó társaság volt, és nagyon jó fej Srácokkal voltam együtt, vagy inkább emberekkel, mert már, már volt köztük kicsit deresebb hajú is, de, de nagyon jól kiegészítettük egymást. Én borzasztóan élveztem azt a két évet mert jó volt, de hát ez a, ez puska visszalőtt. Amikor te most jöttél ide hozzám a stúdióba, akkor én rögtön azzal fogadtalak, hogy hú, de lefogytál, mert hogy azért a vízipólós aktív éveidben én még emlékszem a akkora váló Bíros Péter, aki lett, hogy ezen az ajtón nem fért volna be viccelek, nyilván befértél volna, mert hogy a sport úgy, hogy 40 évesen gyakorlatilag kijöttél a medencéből, eltelt 7 év azért nem múlt el az életedből. Amúgy egy aktív sportoló, ha teljesen leáll a sporttal, azzal pont, hogy árt az izmainak? Erről orvossal, vagy nem tudom, sportorvossal? Nyilván nem biztos, hogy az izmainak, hanem a szívének. Ugye volt egy olyan megterhelés folyamatosan hosszú évek alatt, vagy évtizedek alatt, ami, amihez hozzászokott az ő szíve szerintem talán ez a problémásabb. Az izom emlékezni fog, hogyha elkezd valaki újra dolgozni, hogy ugye ő ezt a, ezt a fajta impulzusokat kapta, és akkor visszaemlékszik az izom, és akkor ugyanez lesz vele, tehát ugyanúgy elkezd nőni, vagy ugye a zsír elkezd fogyni, mert ő emlékszik rá. De az első a kérdés eleje volt, ugyanannyi kiló vagyok, mint akkor voltam. Tehát ez most nem változott meg. Csukáltad. Igen, mert én most 100 kiló vagyok, és ugyanúgy 101 kilóval vagy 102-vel hagytam abba a vízilabdát. Nyilván teljesen más egy aktív sportolónál, amikor valaki meglátja, hogy hú, mekkora, mint mikor ugyanaz már egy kicsit átalakulóban van. Nyilván nem fiatalul mióta én abba hagytam, eltelt 7 év, hogy idefül az idő. De a rendszerességet talán most tudom úgy. Belevinni, ahogy a nyarakban nagyon nehéz, mert nagyon sokat kell menni Budapest, Eger, Budapest, Eger, valahova a külföldre. Nem nagyon találom meg azt a rendszerességnek, nem ő ez a pörgős. Én egy kicsit nyugodtabb vagyok, tehát azt szeretem, hogy megvan, ezt tudom, ezt is. és folyamatosan tudom csinálni, mert én ehhez szoktam hozzá, nekem ehhez erős a fejem. Tudok változtatni és csak kicsit nehezebben már. Nem baj, hogyha megvannak ezek a fix támpontok egy napban, mert akkor így, így könnyebb. Mm -hmm. De hogyha már sportról beszélünk, nem egy aktív sport, de akkor nem is tudom, egy ilyen mentális sport neked a horgászat? Hú, az nagyon aktív sport. Az nagyon aktív. Nagyon az, az ember azt gondolná, hogy ah. ültök a tó szélén és várjátok a én, csodát. Én nem olyan horgász vagyok. Én, én ugye csónakból horgászom, és csak pergetek ragadozó halra, Tehát nekem most van itt a szezon. Tehát nekem most indult november, december, január, február. Október is lehet, ugye én a tiszán horgászom csónakból. Azért az nagyon fárasztó. Mindenki ez hiszi, hogy hát igen, elmész kikapcsolódni, mert tényleg így van, kiccel a fejed, Magad igazából. jársz? vagy. Én elmegyek egyedül horgászni, de van egy-két ember, akivel szeretek járni, és akkor esetleg úgy megyünk el párban horgászni, mert imádom. Tényleg kikapcsol, de annak ellenére, ugye benne van az emberben az a fajta ősi ösztön, hogy azért horgász, vadász itt, azért benne van ez is. Tehát az a fajta becserkés is, a halnak, az benne van az emberben. A vadász Igen, és, és, azért az erős. Ha egyszer az fölkerekedik bennem, akkor ott nagyon mondom ezt, ezt is ugyanolyan szenvedélyen tudom csinálni, mint a vízilabdát. Ha elkap az a láz, akkor borzasztó nehéz leállni róla. Nem ugyanolyan, mintha drogoznál, de borzasztó agysárkentést vált ki bennem, mert imádok horgászni tényleg. Most már elindult, úgyhogy baj lesz. A legutóbbi beszélgetésünk, nem is tudom, talán tavasztal volt, amikor ugye a Nemzet Aranyai Film bemutatóra készültetek, még akkor nem volt meg a bemutató, és pont az jutott eszembe, hogy tényleg, hogyha Magyarországon, és itt szűkebb hazánkban, ugye itt Tegerben léteznek ilyen legendák, ugye most a Szécsi Zoliról is beszélhetnénk, tényleg, amit tettetek magatokért, a sportért, a hazáért, a olimpiai és világbajnokság, Európa bajnokság, és mikor még tényleg aktívan benne voltál ebben a szakmai sikerben, ezt még most érzed magadon? Tehát, hogyha civilekkel, egriekkel, bizipólósokkal találkozol, tehát még mindig úgy szól lítanak meg az utcán, hogy hú, ő az a Biros Peti, aki ott állt sokszor a dobogón. Szerintem az ember válogatja, hogy ki mennyire bátor, hogy ki mennyire szeretne beszélgetni. Fölismernek természetesen, nincs ezzel probléma. Akik a mindennapokban találkozók, azok ők természetesnek veszik, hogy én vagyok, vagy mi vagyunk az olival mondom, ugye most csak Egerbe, mert őt is minden nap látják ugyanazok az emberek. Az rádöbben, és az akkor van esetleg, mikor mondjuk megnézed a filmet, vagy, vagy eszedbe jut valami olyan, vagy, vagy, csak rámész az interneten keresztül arra, hogy most egy mérkőzést megnézel. Én nem szoktam, de de most éppen nem olyan régen a kisebbik fiam kérdezte, és akkor ugye énkor az ember elkezd automatikusan mesélni, ahogy mesélsz, előjönnek az élmények, ahogy mesélsz, előjönnek a, hozzá kapcsolódó sztorik, ahogy mesélsz, úgy minden hozzájön, és akkor jössz rá, hogy hú, ez mekkora adathalmaz, ami, amivel szembe állsz, és akkor ez mekkora hegy, amit megmásztunk, és most nem állunk Utólag már a tetején. Fel, Utólag Utólag, akkor nem is fogtál. Nem, én úgy gondolom, hogy nem. Nyilván volt, aki, aki, ezt érezte. Szimplán én úgy voltam vele, hogy nem azt mondtam, hogy megcsináltad a munkát, és akkor én kezdve off. Kiléptük, jó, ezt már a múlt, majd nézzünk előre, de volt bennem egy ilyen, hogy igen nekem ez a ennek a rossz értelmében mondom, a, most a munkát nem a szerelmem, mert akkor azt mondtam, volna a vízilabda. Az is, ugye négy évtől négy évig olimpiától olimpiáig nézel, elvégezted a munkát, ott álltál, és elégedettséggel töltel. De nagyon kevésszer gondoltál vele, hogy mit is csináltunk egyáltalán. Így összességében ez lett a 12-15 év alatt a válogatottban, és ilyenkor jössz rá, vagy esetleg valami kivel, akivel beszélgetsz, aki, aki kívülálló, abszolút, hogy, hogy tényleg nem is ismerted hogy akkor, hogy mi mennyi élmény, mennyi szeretetet adtunk nekik, de nyilván ez fordítva is igaz, mert kettőnál a vásár. Ha ők adtak, azért adták, mert mi sikeresek voltunk, mert adtunk nekik. Tehát én úgy gondolom, hogy akkor jön rá az ember, hogy hú, ez tényleg nagyon nagy hegy volt, amit megmásztunk, vagy aminek a tetejére odaértünk. Meg mikor hozzáfűzik azok a sztorikat, meg élményeket, amikor mondjuk ők esetleg hol nézték azt a döntőt, ezt a döntőt, ami messze volt, ugye az pont a mi idősávunkban, Peking, meg Sydney, itt hajnal volt, azt hiszem. És akkor ilyen buliban nézték, olyan esküvőn nézték, így dobálták a tévé, tehát távirányítót, a témba az ominózus idegverős mérkőzésen, szóval nagyon-nagyon sok sztorit tudok, amikor ugye, hogy mi kapcsolódik ahhoz a mérkőzéshez a hátterében. Nyilván sok jó élmény, már az emberektől is, és, és, ilyenkor jössz rá, hogy na hát akkor körülbelül mit is csinálta? Így most utólag visszagondolva, szerinted voltak olyan pontok, amikor egy picit elszálltál attól a fajta sikertől, ami jogos siker volt? Mert valaki hmm. képes nagyon elszállni ilyenkor. Nyilván változom, tehát biztos nem volt az, hogy éreztettem valakivel az, hogy én mekkora vízilabdás vagyok, csak azért, mert hogy én mekkora vízilabdás vagyok. Hát, ha téged az emberek nem mertek megszólítani, az a magasságod miatt volt, meg azért, mert úgy gondolták, hogy mivel ekkor a sztár vagy, azért nem, nem biztos, hogy megszólítható vagy, nem? Közben pedig de... Persze, tehát én szívesen elbeszélgetek most Budapesten egy öreg bácsika hozzám, hogy te vagy az a, az a... És akkor mondtam a nevet, jó, igen, így most már jó, és akkor beszélgettünk egy öt percet. Ez nekem semmi bajon nincsen, én, én szeretem. Amikor sportolsz, akkor kicsit fárasztóbb, saját pihenésedből megy el, de ez is hozzátartozik, tehát mikor a Budapesten voltak az Unikum kupák, hát még egy óráig ott voltunk meccs után, hogy alá kell írni, de nem mondhattad azt, hogy nem megtetted, mert ez is hozzátartozik, hogy az jobb lett volna számunkra, hogy nem jön senki. Mert ugye az azt jelentette, hogy nem nyertünk volna, és még nem lettünk volna sikeresek. Inkább fölvállalom azt, meg szerintem mindenki fölvállalta, hogy aláír még egy órát. Nyilván a nézőknek is sokkal jó volt, meg a szurkolóknak is, mert megkapták tőlünk azt, amit az elejétől kötelezőnek hittek ugye minden áron az aranyérem, ami tényleg a vízilabdában ez van, hogy csak ez számít, csak nem szeretem ezt az igazi magyart, hogy, hogy csak az számít, és akkor utána a többi már nem. De hát a többiért is ugyanúgy megszenvedtél, és ugyanúgy dolgoztál, de valamiért nem sikerült. Attól mi még ugyanolyan emberek voltunk, mint előtte. Tehát én nem szeretem azt a fajta hozzáállást, hogy jó, hát csak ezüstérem is térem. Na akkor nyílik ki a bicska zsebembe, hogy akkor mert nyilván be legalább egy percre, és akkor csinál meg azt, amit, amit esetleg mit csak úgy bemelegítésképpen megcsinálni. Szóval én ezt nem szeretem, azt is meg kell becsülni, hogy ezüstérmesek lettünk. Nyilván saját magunkban belül tudtuk, hogy, hogy hát nem ezért az ére hanem egy ilyen magasabb ér vagy esetleg kettővel, mikor bronzérnos lettél. De hozzá tartozik a kudarc is, az is egy tanulási folyamat, tehát nem kudarcnak kell megélni, hanem hogy jó, ez volt, akkor ebből nézzük meg, hogy mi volt, ami rossz, és utána menni kell tovább. El kell felejteni, mert ha valaki a múlton gondolkozik, akkor a jelenben meg a jövőben nem fog tudni alkotni. Ezt most is mondom a játékosoknak, hogy itt másodpercről kell vízilabdázni. Nem meccsről meccsre, vagy negyedről negyedre. Itt másodpercről másodpercre változik minden, és már ne azon hogy mi történt, hanem az, hogy mi van, vagy mi lesz. Ezen azért sok múlik. És nem szeretem még egyszer mondom ezt a fajta mentalitást ez legyen a végszó, hogy mind mi múlik. Bíros Péter, nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatóink, Lézbe hallották.